Szeretettel köszöntök mindenkit az Új Buda Galériában. Egy kis muzsikát hallgassunk. Haydn C-dur londoni trióját adják elő, a második és a harmadik tételt. Játszanak Kozella Noémi fuvolán, Sós Erzsébet a másik fuvolán, és Sós Géza cellón ők. A Prima Primissima díjas Werner Veo zeneiskola hallgatói. Hallgassák szeretettel őket! Kiválasztására kerül a sor, akkor mindig nagy izgalomban vagyok,
hogy mit tudunk nyújtani az erre látogatóknak. És akkor, amikor válogatok, azért segítséget is szoktam kérni Feledi Balástól, aki bemutatta nekem is Csomornád Istvánt, és most köszöntelek itt a kis rendhagyó megnyitónk elején. És szeretném megkérni Feledi Balást, hogy mondja el, hogy mit is látunk. Miért is javasoltad ezt a kiállítást? Igen. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, benneteket. Nem mehetek el szó nélkül megint a zene mellett. Talán nem először, itt talán igen, hogy néha hallunk megnyitókon zenéket, amelyek abszolút nem illenek a látott kiállítási anyaghoz. Néha nagyon mellé trafálnak a választók, vagy a kiválasztók, vagy a döntők. Hát itt most gratulálok a tanárnőknek is, és a betanítóknak, mert azt hiszem Haydn zenéje, és különösen ez a zene a maga játékosságával, könnyedségével, felszabadultságával nagyon is illik Molnár Iscsú István barátunknak a munkáihoz. Tehát itt egy olyan találkozás van, ami nagyon harmonikus és nagyon jó. Azzal kell kezdenem, hogy a magyar képgrafika és a magyar sokszorosító grafika fantasztikus eredményeket ért el az elmúlt 50-60, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 100, de visszamehetünk Barabás Miklósig is, és 150 év, szóval gyönyörű a magyar grafika íve, és erről tulajdonképpen nagyon én magam is sokat foglalkoztam ezzel, és érdemes egy-két nevet kiejtenünk, hogy mondjuk menjünk a II. Világháború után, amikor bizonyos alapító atyák megalapozták az elmúlt, mondom most így 70 év magyar grafikáját, Varga Nándor Lajos, vagy Tarjáni Simkovics, vagy Szalai Lajos, Domján József, Budai György, vagy Koffán Károly, és pillanatok alatt több hullámban és több óriási generációban jöttek, nyugodtan mondhatjuk a zsenik, akik az 50-es években végeztek, a 20-as évek szülöttei, Reich, Rassler, Kass, Feledi, Gyula, Csohány Kálmán, Cinke, Gácsi, Würz, Grosz, és ez csak egy példálódzás. És akkor jöttek a 30-as évek szülöttei, Élen Kondor Bélával és Rékasi Csabával, és Gyulai Lívius, Gacs Gábor, Baranyai András, Major János, Pásztor Gábor, Stettner Béla, és megint csak példálózás. És jönnek a 40-es évek szülöttei, Kocsis Imre, Somogyi Győző, Szemeti, Szabados, Banga, Sáros András, Prutkai, Gémes, Almás Jeladár, Balla Margit. Teljesen kivételes és egyedülálló ív, úgy gondolom, a II. Világháború utáni magyar képzőművészetben. Mindez azért fontos, hogy eljussak ahhoz a nagyon fontos mondathoz, hogy ide befurakodni, itt helyet találni, azokban a hagyományos technikában, illetve abban a leginkább egy bizonyos technikában, amiben Molnár Iscsú dolgozik, rendkívül nehéz. Itt nem csak befurakodni, hanem egy pozíciót kiharcolni, és elfoglalni, és ott stabilan évtizedeken át jelen lenni, ez kivételes, és azt hiszem, hogy Molnár Iscsú István ezt elérte. Ez rendkívüli teljesítmény, és ebben megvan, akik itt vannak, nagyrészt az ő életútját ismerik, a Salgótarján indulás, és elhangzott egy-két név, akik az ő életében fontosak, itt talán Cinkét, és talán Varga Nándorra is emelném ki, de másokat is említhettem volna. Tehát legyen ez már a felütés ennek a nyitásnak, hogy itt most valakinek nyitjuk a kiállítását, aki immár hát több mint 30 éve, mondhatnánk úgyis inkább 40 éve jelen van a kortárs magyar grafikában. Persze grafikus, de mint ahogy itt a kicsit nehezen olvasható önéletrajzban, ez egy kicsit bírálat is, fekete alapon, pici fehér betűvel, de azért el is mondom, hogy ő ugye rajzoló is, meg könyvtervező is, ezt is tudjuk, meg illusztrátor is, meg exlibriseket is készít, meg emléklapokat, meg kis grafikákat. Amit első pillanatban érzünk, ha rápillantunk a munkáira, hát ugye közhely, hogy a grafikai technikák és azon belül a részkarsznak egy bravúros alkalmazója. De hát mit is alkot és hoz létre a művész ezzel a technikával ezen a kiállításon? Elsősorban kis grafikákat látunk, és exlibriseket. Tulajdonképpen érdekes ugye ez a technikai műfaj része a grafikának, ugye, aminek magyarul úgy fordíthatnánk, hogy pont XY valakinek a könyveiből, és ugye tudjuk, hogy az exlibriszt hagyományosan a belső táblára ragasztotta ezt a kis grafikát a tulajdonos, amely a tulajdonjognak a jelzésére szolgált.
Tehát volt egy kis grafika, amit a könyvnek a belsejére. Ez tulajdonképpen lehet monogram, lehet címer, sokszor jelmondattal, és elsősorban a reneszánszhoz kapcsolhatjuk ennek a kialakulását, létrejöttét, kibontakozását. És még van egy szuper ex libris is, de biztos sok hiba is van, amit én abban mondok, sok kitűnő szakértője van itt ennek a témának, amikor a könyv külső táblájának a borítására helyeződött rá ez az ex libris. Eredetileg tehát ebből sokat nyomtak, hiszen nagy könyvtárakban én is mindig vágytam erre, van is egy-két ex librisem olyan, amit beragasztok, és egy pár száz példányban hajlandó volt a művész kinyomtatni, de később a grafika a kis grafikának egy olyan önálló ága lett, amely kapcsolódik, már a művekről van szó, egy személyhez, egy helyhez, egy városhoz, egy eseményhez, és tulajdonképpen nem a sokszorosítása lényeges, hanem erre a műfajra, a könyvre és egy célzott, alkalmazott grafikának a létrehozása. Ez egy határeset tehát, hogy önálló grafika is, és az én olvasatomban tulajdonképpen alkalmazott grafika is, hiszen egy konkrét célt kell szolgálnia. Itt egy pici kitérő, hogy ennek az egész gyűjtő mozgalomnak Magyarországon, ugye 59 óta, ugye, van a kis grafika barátok köre, látunk is ott egy nyomatot erre a 2009-es jubileumra. Fantasztikus ez a gyűjtőszenvedély, ahogy gyűjtik, és hogy egyes kollégák létrehozzák ezeket a kis munkákat. Ugye mind magas nyomásban, mind mély nyomásban létrejönnek ezek, és hát egészen különös, bonyolult a részkasztechnika mélységeibe, semmiképpen nem akarok bele menni, csak azt elmondani, hogy a művész, aki ez esetben, tehát nem úgy van, mint a Goblennél, hogy azt megtervezi adott esetben a textilművész, és mással leszöveti, az nem is grafikus művész, aki mondjuk létrehozza a lemezen a grafikát, de nem ő savazza, nem ő készíti el, nem ő maradja pontosabban a művet, bár lehet, hogy kell technikai segítség, sok esetben kell. Tehát ez egy bonyolult technikai folyamat, aminek a végén ezek a művek létrejönnek. Tulajdonképpen, amit itt látunk, azon túl tehát, hogy a műfaj, ennek a technikának bravúros alkalmazásai nagyon, nagyon mély fantáziáról, vagy erős fantáziáról, erős empátiáról, tehát beleérző készségről tanúskodnak, melyek adott esetben tehát személyt, esemény helyet tárnak elénk, és nagyon lényegi karakterelemeket kell megtalálni a művésznek. Úgy gondolom, hogy aki jó ex libris készítő, valahol pszichológusnak is kell lenni, tehát bele kell élnie magát abba a szituációba, amelyhez készíti, ha azt célozza meg, hogy ez a mű igazán szembeötlően kitűnő minőségű legyen. Én azt hiszem, hogy Istvó egész stílusára ezzel sem mondok semmi újat, a valóság és az álom különös keveredése, a reális és a szürreális. Tehát nagyon-nagyon fontosnak látom az ő szürrealista kompozíciós kedvét, ezt a valóságból való ilyetén kiemelését, szimbólumokkal teli, a lelki, az adott karakter, mondjuk ha művészről vagy szeméről van szó, belehelyezkedés, bizonyos lelki tényezőknek a megjelenítése. Ezek az elemek egy áradó sűrűségben vannak itt jelen, és hát természetesen nem nélkülözik ezek a lapok az iróniát, a humort, és nem hagyhatom ki, ha figyelmesen nézzük, sok ilyen utalással az erotikát, ami megint izgalmassá és emelkedetté is teszi ezeket a lapokat. Különös ugye ez a fajta rajzi metódus, ahogy Istvó apró pici kis lényekből, elemekből, amőbákból, figurákból, néha felismerhetetlen elemekből építi föl a kompozícióit. Egy pici 10x10-es munkán is százas nagyságrendű motivumot látunk, de ez nem esik szét, hanem ez egy kompozícióban összeáll. Én tegnap megkérdeztem tőle, itt azért voltak ilyen előérzeteim, nem csak a közismerten spanyol érdekeltségű család miatt, hogy Mirót kedveli-e. Mert éppen arról beszéltünk korábban, hogy vannak olyan korszakok, amelyek úgy kilúgozódnak az életünkből. És Miróra rögtön rávágta Istvó, hogy igen, ő máig, és ha kint vannak, akkor Miró múzeum. Na most egyáltalán nem formailag, de ezek a pici kis, apró kis elemek valahol arra fajta játékos gondolkozásra utalnak az ő munkáin is, ami egy szellemet visz tovább. Nagyon-nagyon fontosnak tartom kép és szöveg összefüggéseit. Az ex librisnek lényege tehát, hogy nem csak képi elemek, hanem szövegei, szöveges elemei alapvetően fontosak.
Hát egyrészt ugye itt a nyelvi gazdagság, hogy magyarul, szlovákul, talán szlovénül, olaszul, spanyolul, mindenhol latinul természetesen találunk szövegeket, de ehhez kapcsolódik az ő kitűnő és kivételes betűkultúrája. Nem csak amit, tehát ahogy megjelennek a lapokon ezek a betűk, és hány fajta, és milyen széles az a sáv, és megint mennyire hozzáilleszkedik ahhoz a korhoz, amiről éppen szó van azon a lapon. De hát mindez a betűkultúra összefügg az ő egész kézírásával, aláírásával, pici kis pár milliméteres betűiből, és hát ez mind emeli ezeknek a műveknek a szép. Látunk titokzatos betűket, amelyek sokan tudnak, hogy mit is jelent, ugye csak egyedül a C3-ra hadd utaljak, hogy a kis grafikáknak a jelzésénél külön van egy jelzésrendszer, ami ugye az acélmetszet, a C1 és a C2 a rézmetszet, és a C3 a rézkarc. A C3-at látjuk legtöbbször, mert hiszen ez valóban, ami a legközelebb áll hozzá, itt magas nyomású munkát nem is látunk. Még ami érdekes, ugye, hogy a különböző nyomat ugye a pecséttel való kiegészítés külön megemeli a művet, és belepillanthatunk a munkamódszerbe, a folyosón látható Noé sorozatba, ahol különböző fázisokon keresztül tulajdonképpen azt mutatja föl, hogy milyen bonyolult ez, amíg eljut egy mű végül is a kész állapotáig. Nagyon jó, hogy nem csak exlibriseket, kis grafikákat látunk, hanem látjuk azokat a műveket, amelyek igazán jellemzőek, és hát mondjuk is, hogy ikonikus művei az ő munkásságának. Ez a bizonyos jelek, ez ugye nagyon jellemző is, hogy az apró, nevezem így, organikus elemekből összeálló kompozíciók. És itt a mérleg, ami kicsit filozofisztikus mérleg titkokkal teszi hozzá a művész, egyensúly, elbillenés, arányok, nagyon messze vezet. Nem beszélve arról, hogy azt is látjuk, hogy nem csak picibe, hanem nagyba is milyen gyönyörű nyomatok készítésére képes. Ott pedig látjuk a klasszikus pixeleim, a jelrendszer összeállítást, gyönyörű nyomat, és nem hagyhatom ki a személyes vonatkozású lapot is, ami szintén egy külön értéke a kiállításnak. Na most talán még róla annyit látunk erre nyomokat, hogy ő kitűnő illusztrátor, ezt szintén többen tudják, és hogy milyen jelentős könyvtervező. Tulajdonképpen lehet is, hogy igazán, mint könyvtervező is nagyon közel került hozzám, hiszen mi művészettörténészek, művészetírók nem nélkülözhetjük az Iscsú által tervezett könyveket, az üveglexikont, a Wagner Nándort, a Melokkót, a két szobrászati lexikont, és hogy csak most vegyem elő két kedvenc könyvemet otthonról. Ez a 56-os, amit Boros Géza Emlékművek 56-nak című munkája, amint mondtam most is, hogy sokat vitatkoztak Gézával, hogy a lyuk az hogy legyen, mint legyen. Fantasztikus geg. Ugye ez a 90-es évek végén jelent meg. Gyönyörűen tervezett munka, meg eleve a fotóknak is, és a könyvnek a szerkezete. Szóval azt mutatja, hogy itt egy sokszorosított könyvről van szó, ami tulajdonképpen az egyedi művészkönyvek szépségeit rejti magában. Tehát sok mindent hozhattam volna otthonról, lexikonokat, de annyi energia nem volt. A másik véglet, látjuk a végén ugye egy grafikáját. Hát az utóbbi évek egyik legdrámaibb olvasmányát is egyben hadd ajánljam a közönségnek, ugye Rajner M. János barátunk jelentések hálájában, Antal József és az állambiztonság embere egy félelmetes olvasmány, elnézést, hogy őt ajánlom a kiállításodon, hogy félelmetes, egyszer letaglózó olvasmány. Na most ehhez az is egy olyan borítót talált ki, hogy itt vannak a jelentések szépen rendezve, összekötözve, látunk hátul egy képgrafikát is ehhez kapcsolódóan. De egyáltalán, ahogy megint itt a könyv meg van tervezve, ahogy itt vannak az ismeretlen besugók, ahogy föllapozzuk vagy éppen a célszemélyek. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy tervezek egy könyvtáblát, és ezek természetesen hátul is fölbukkannak, és esetleg a tipográfiába is. Tehát István mindig komplexen fogja fel a könyvtervezést, és azt hiszem, hogy ez teszi igazán teljessé az ő művészetét. Hát kedves barátaim, azt hiszem, hogy a lényeget, ahogy én látom, még abban foglalhatnám össze, hogy különlegesnek látom személyét abban is, hogy
Könyvvel is inkább expressis verbis alkalmazott grafikusok foglalkoznak, tehát akik plakáttal, hirdetéssel, egyebekkel, a képgrafikusok, és ő tulajdonképpen kifejezetten képgrafikus, nem ilyen jellemző az életművükbe, tehát ez nagyon érdekes, hogy az én olvasatomban végleteket tud az életművében összehangolni, amire elég kevés példát találunk a kortárs művészetben, úgyhogy nagy öröm, hogy itt vagyunk önökkel együtt ezen a kiállításon, és hogy ezt vállaltad, és hát természetesen mindannyian most már tudjuk, hogy most már 9 éve, 8 éve a kerület lakosai is, Molnárék. Ez egy külön örömet ad, hogy itt most a kiállítást megnyithatjuk önökkel együtt, mert nagy szeretettel ajánlok figyelmükbe. Köszönöm szépen. Köszönöm.